kis érdekesség, milyenek Londonban a buszvárók, illetve a busz megállók. Ugye, hát itt vannak különböző nappali meg éjszakai térképek, de szerintem ezt igazából lehetetlen használni, ugyanis amennyire tudom, 1300 járat van, és ezt 4000-4500 busz szolgálja ki. Az lenne, hogy beállunk általában egy ilyen megállóba, kiírja, hogy milyen buszok jönnek ide, mikor érkeznek. Ugye a dúja az azt jelenti, hogy azonnal, ott pedig az idő, illetve hogy honnan, hova, meg milyen sorrendben. És ugye ami nagyon érdekesség, ezeket az óriás buszokat, bár nem mindenhol ezek járnak, emeletes úgynevezett double deckerek, ezeket le kell inteni. Tehát, hogyha csak ott állsz a megállóba, akkor simán elmegy melletted, és mintha ott se lennél. Viszont ha kilész, leinted, mint egy taxit, akkor működik. Egyébként vannak azért hagyományosan ismertető táblák, és akkor itt el lehet olvasni, hogy éppen ebben a megállóban még busz jön. Egyébként neten is elérhető. Azonnal ilyen másodpercre mutatják, hogy mikor és hogyan közlekednek a buszok, a kimaradás, bármit mutatnak. Ugye fordított a közlekedés Angliában, ez eléggé köztudott. És hát, ami nekem nagyon tetszik, hogy egy, bár igazából télen hideg, nyáron forró műanyag ülések, vagy nem is tudom minek nevezem, ülőalkalmatosságok vannak, ez igazából pont azért, mert nagyon sokfajta ember van itt, hülye, illetve vandál biztos. Még egyszer ott a kijelző. Úgyhogy... És hát ugye a londoni forgalom, hát látható, hogy nem igazán nagyon haladnak, tehát itt a felszíni közlekedés az igazából gyalogosoknak, meg a bicikliseknek, illetve a motorosoknak kedvező. Egyébként, hát csak akinek nagyon sok ideje van, annak javaslom. Egyébként olcsó is, tehát a buszos utazás kifejezetten olcsónak számít.